Magyarországon sok családban generációk óta él az a szokás, hogy húsvétkor nyulat vásárolnak a gyerekek kedvéért. Ilyenkor előfordul, hogy a nyúltartásba a húsvét apropóján hirtelen támadt lelkesedésből fognak bele, azonban jellemző, hogy a buzgalom egy idő után alábbhagy, és hamar kérdésessé válik az állat további sorsa, olvasható a televíziónkhoz küldött közleményben. Mint írják, fontos, hogy aki nyulat vagy más társállatot szeretne tartani, előbb gondolja át, tud-e hosszabb távon is felelősséggel gondoskodni róla, és vállalja-e az állattartással járó életmódváltozást. Például egy nyúl akár egy évtizedig is élhet, és már előre tudni kell, hogy ki gondoskodik majd róla, ha a család nyaralni megy. A mérlegelés része kell, hogy legyen az állat életével, igényeivel kapcsolatos alapos előzetes tájékozódás, ismeretszerzés is. Ma már magyar nyelven is rengeteg szakirodalom érhető el, akár könyvekben, akár az interneten is, a különféle társállatok tartásáról, gondozásáról.